ködre hull a nap, a napra hull a köd. Kinyújtom karomat, és a házak fölött minden pecézne tán, mint csak elérkezem. Simogatlak hazám, drágám, egyetlenem. Hazámmal nem megyek, én ide tartozom. Vívnak a levelek a faporondokon. A síkság hajlatán mit ézi hadterem. Mindig szép vagy hazám, drágám, egyetlenem. A vágvölgyi liptói Rózsahegy városrésze a népi építészetéről híres Vlkolinec, szlovákul Vlkolinec, mely jellegzetes színes faházainak köszönhetően az UNESCO világörökségi listájára is felkerült. A néhány utcából álló kis hegyi településen, mintha megállt volna az idő, zsindejtetős gerendaházak csábítanak sétára. A Nagyfátra északi részében a Szidorova hegy lábánál járunk. A település a Besztercebánya és a Rózsahegy közti főútról letérve aszfaltúton is megközelíthető, a járműveket a falu előtt kell leparkolni, de észak felől, Rózsahegy felől két túraösvény is vezet ide. Vlkolinec a településtől 10 kilométerre északra fekvő Rózsahegy városának a része évszázadok óta, gyakorlatilag a létrejöttétől kezdve, és körülbelül 797 hektáros a katasztere, tehát a város egyik részének számít, mégpedig egy viszonylag nehezen megközelíthető helyén a Nagyfátrának, annak is az északi részén egy 1099 méter magas Szidorovo nevű hegy oldalában. Akkor ismerkedjünk meg a település történetével. A település környéke már a hallstatti korban lakott volt, vannak erre vonatkozó régészeti leletek, de ha nagyot ugrunk az időben és a Magyar Királyság időszakával foglalkozunk, akkor azt kell elmondanunk Vlkolineccel kapcsolatban, hogy a kezdeti időszakról nagyon kevés az információnk. 1233-ból van egy olyan írásos említésünk, amely alapján II. Endre vagy András királyunk, az akkori uralkodó, 3 ekeanyi földet adományozott egyik hű emberének, Hutkontnak, valahol itt a környéken. Valószínű, hogy ekkor jött létre a Revúca folyó völgyében egy település. De még nem a mai Vlkolinec. A jelenlegi településsel kapcsolatos első közvetett írásos említés a 14. századból való. És hogy ezt megértsük, hogy a település fejlődését könnyebben megérthessük, egy 1318-as privilégium levelet kell említenünk, amely a várost, Rózsahegyet illeti, hiszen akkor német telepesek érkeznek oda, akik különféle kiváltságokat szereznek, akik valószínűleg nem csak az ottani települést bírják, hanem annak környékét, feltehetőleg Vlkolinecet is. Az első közvetlenebb adat Vlkolineccel kapcsolatban 1325-ből való, amikor a zólyomi ispánság élén álló dancs vagy doncs mester Rózsahegy határát Vlkolinecre is kiterjeszti, tehát akkor már ez a település is Rózsahegy kataszterébe tartozik. Ezt tulajdonképpen később uralkodók különféle okmányaikban megerősítik, például 1341-ben Károly Róbert, később pedig Nagy Lajos királyunk a 14. század második felében, és Vlkolinecet több más, ma is Rózsahegyhez tartozó településsel együtt aféle utcaként kezelik, az itt élőknek Rózsahegy számára kell adót befizetniük,
és Rózsahegy fennhatósága alá tartoznak. Egy 1625-ös forrás szerint az ilyen utcák, így Völkolinec lakói is nem csak Rózsahegynek tartoztak kötelezettségekkel, hanem a közeli likavai váruradalom javára is dolgoztak, például állatokat tartottak, legeltettek. Még a 19. századból is ismerünk olyan okiratokat, amelyekben a helybéliek a kettős fennhatóság és a kettős teher ellen tiltakoznak, vagy emiatt tesznek panaszt. A 19. század második felében azonban a völkolinecieket is egyenrangúakká, egyenjogúakká teszik a rózsahegyiekkel, és onnantól kezdve szerves városrésze Rózsahegynek ez a település is. Völkolinecnek a 19. század közepén már több mint 300 lakosa volt, míg a mai élők száma alig 20 fő. A fejlődés jele ebben az időszakban például az, hogy 1875-ben egy temetői kápolna helyén megépül a Szűz Mária látogatása templom. Közelében van a helyi temető szép fa és öntvény keresztekkel, valamint az egykori iskola épülete, amelyben ma galéria működik. Az egyosztályos iskolát 1895-ben hozták létre, és 1966-ig működött. Következő nagy törést a település fejlődésében 1944 jelenti, az akkori szlovák nemzeti felkelés idején ugyanis partizán harcok folynak a térségben, ezért a német hadsereg egyik alakulata felperzseli, majdhogy nem teljesen felszámolja ezt a települést, és az akkor tönkrement ingatlanokat már a II. Világháború után sem újítják fel. Az 1944-es támadás idején az akkori 82 házból 13 végleg tönkrement, és egyre fogyatkozott a háború után is az itteni épületek száma a mai 55-re. Ebből az 55-ből viszont 45 műemlékileg védetté vált a II. Világháborút követően, így megőrizhette a település az egységes arculatát, és ennek köszönhetően 1993-ban az UNESCO világörökségi listájára kerülhetett Völkolinec. A teljes itteni épített örökség és egyben a faluközpont két legjellegzetesebb és egyben legrégebbi épülete az 1770-ből való harangláb és az 1860-ban készült 12 méter mély kerekeskút. A harangláb ott épült meg, ahol a főutcáról egy leágazás van a templomhoz, és ez a harangláb volt hivatott imádságra hívogatni a templomba a helybélieket, valamint tűzvész esetén riadóztatta is őket. Közelében áll az említett kút, amely az egyetlen ivóvízforrás volt hosszú ideig a településen. A mai napig használják sok esetben, de van, aki csak megmártózik a falun keresztül csörgedező pataknál. A házak többsége ugye itt magántulajdonban van, nagyon nehéz a portákra bejutni. Mi a helyzet, ha valaki szeretne megismerkedni a néprajzi értékekkel? Annak érdemes az alvégen felkeresnie a Parasztház nevű múzeumot, ahol egyrészt a népi építészettel és a mindennapi használati tárgyakkal is ismerkedhet. Mivel a település az 1099 méter magas Szidorovo-hegy déli-délkeleti lejtőjére épült meg, a házak építésekor falazott alapot képeztek ki, hogy vízszintes terepet nyerjenek, és erre kerültek az egyes gerendák, amelyeket sárral vagy esetleg más anyaggal tapasztottak egymáshoz, ékeltek egymásba a sarkakon, úgyhogy a felső gerendákat egy kicsit kijebb engedték, hiszen ezek közül a legfelső volt hivatott tartani azt a koszorút, amelyen viszont a tetőzet nyugodott. A tető fazsindelyből készült, ami körülbelül 120 éves élettartammal bírt, tehát addig nem igazán kellett hozzányúlni ehhez a tetőzethez. A legtöbb háznál nem készült pince, ha volt ilyen jellegű tárolásra szolgáló épület, azt kőből építették meg a ház közelében. A hosszan elnyúló porták elülső részében voltak a lakhatási célokra szolgáló helyiségek, jellemzően három, egy pitvarba lépett be
a ház lakója, amelytől balra a főhomlokzat mögötti helyiség a lakóhelyiség volt, az úgynevezett tiszta szoba, és attól jobbra rendszerint egy kamra. A lakrész után következtek a gazdasági épületek, keskenyebb telek esetében folytatólagosan egy tengelyre fűzték fel ezeket is, ha szélesebb volt a telek, akkor a csűr például már merőleges volt a lakóházra. A gazdasági épületek közül a lakrész utáni első rendszerint az istálló volt, ezután kisebb gazdasági részek következtek, és a leghátul a csűrapajta kapott helyet. A berendezési tárgyak az itteni gazdálkodáshoz, a mindennapi élet jellegéhez kapcsolódtak, és eléggé hangsúlyos volt ezek között a tejtermeléssel, illetve a tejtermékek feldolgozásával kapcsolatos használati tárgyak köre, sajtárok, köpüllők, teljes kannák és egyebek, például a Parasztház nevű múzeumban is megtekinthetők sok más érdekesség mellett. A kis patakkal kettészelt Vökolinec egy élő skanzen, a színes gerendaházak között sétálva egy letűntkor elevenedik meg a látogató előtt. Aki kedvet kap, hogy a tágabb régió hagyományos népi kultúrájával ismerkedjen, több viszonylag közeli szabadtéri néprajzi múzeumot is felkereshet, például a Túrót-Szentmártoni, a Vihilovkai, a Zubereci és a Pribilinai skanzent. Szél jön most hirtelen, megborzong a liget, az esőt szeretem.